Darúval emelték ki a tűzoltók az árokból a teljesen összeroncsolódott svájci buszt az M1-es autópályán. A Budapest felől Győr irányába haladó vendégmunkásokat szállító buszban 14-en utaztak. Éjfélkor történt a baleset, a vizsgálat még nem zárult le, de nem lehet kizárni, hogy elaludt a sofőr, ezért ment le az útról. A sérülteket a tűzoltók segítségével hozták ki a roncsból. A járműről 13 főt kimenekítettek a tűzoltók, egy szemét a roncs alól feszítővágó segítségével emeltek ki. A busz összes utasa megsérült, köztük 5-en súlyosan, a tatabányai és a győri kórházba is vittek sérülteket a mentők. Két súlyosabb sérültünk van, egyiknek csigolyatörése, másiknak sorozatbordatörése, tüdősérülése és ugyancsak egy ágyéki csigolyatörése, de mindegyikük állapota stabil, életveszélyben egyikük sincs. A busz svájci rendszámmal közlekedett, de az utasok többsége szerb vendégmunkás volt. Az 53 éves sofőr ellen eljárást indított a rendőrség.